tartottam egy gyors kávészünetet, bocs. Ó, és hány hívásod volt ma? 20-30, nem tudom, nem számítom. Három, a rendszer szerint. Akkor a rendszer hibás lehet. Klára kedves, és mi volt annyira fontos olvasnivaló, ami nem várhatott az ebédszünetig? Albérletet keresek. Mi, eljössz a barátnőttől? Muszáj. Elküldött? Nem, csak nagyon a terhükre vagyok. Ó, biztos? Nem lehet, hogy csak félreértettél valamit? Egészen biztos. Aha. És hol keresel albérletet? Hát a srácokhoz közel szeretnék találni valamit, de elképesztő, hogy milyen pénzeket kérnek. Mondjuk a telekárából futná rá, de... Szerintem jobb lenne, hogyha tudnál magadnak venni valami ingatlant, mert égben vannak a bérleti díjak. Igen, kösz a tanácsot, csak nekem már ma aludni kéne valahol. Aha. Figyelj csak, van nekem egy haverom, akinek van egy kecója egészen kedvező áron, nem messze Gézáiktól. Hülyéskedsz, hát add ide a számát azonnal. Aha, mondom. Szalai Géza, 0630... Nagyon vicces. Figyelj, tényleg nem értelek. Géza egészen biztosan szívesen látna, és a srácok úgy szintén. Igen, csak éppen nem beszélünk Gézával. Hát akkor itt a lehetőség, hogy kibéküljetek. Ott egészen biztosan nem zavarnál. Sőt.